Ismert Tolna megyei előadók fellépése tarkította a Prima Primissima díjátadó gálát, amit a Vállalkozók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete rendezett meg Szekszárdon. A rendezvényen Süli János tárca nélküli miniszter elmondta, az a cél, hogy a régió vállalkozói megerősödjenek, erre kínál lehetőséget a Paksi atomerőmű két új blokkjának építése és az általa generált térségfejlesztés is. Azon túl, hogy szerződésbe foglalt szándék, hogy a hazai vállalkozók részvétel aránya eléri a 40%-ot, határozott célunk, hogy a régió vállalkozása is lehetőséghez jussanak. A beszédeket követően kiosztották a Tolna megyei Prima díjakat, amiket idén is hárman vehettek át. Magyar zeneművészet kategóriában a díjat a Csurgó zenekar kapja. A héttagú Csurgó zenekar 1995-ben alakult, jelenleg 17 óvodában tartanak néptánc foglalkozásokat. A zenekart megalapító Siklósi Krisztián azt mondja, számukra egyfajta küldetés a hagyományőrzés, valamint a népzene megszerettetése a következő generációval. Ez egy olyan csomag, amit kapott onnan föntről, amivel kötelessége élni. Kötelessége továbbadni az ifjú generációnak, mert a mi felelősségünk az, hogy az ő ízlésviláguk olyanná formálódjon, amilyen egy embernek kell legyen az életében, és ehhez igyekszünk mi olyan információkat, olyan impulzusokat adni a gyermekeknek. A Tűzománc képeivel komoly elismeréseket begyűjtő Bonyhád is Tekli Zsuzsát díjazták a magyar képzőművészet kategóriában. Van mögöttem 45 év munka, 45 év kemény munka, és talán valahol valakik észrevettek, hogy dolgozom, és talán valamit jól csináltam, ha így döntöttek. Jó érzés, köszönöm! A magyar sport kategóriában a KSC Szekszárd kosárlabda csapat edzője, Harsányi Mária vehetett át díjat. Azt mondja, arra a legbüszkébb, hogy több sikeres sportolót nevelt ki. Nagyon nagy sikereim voltak, magyar bajnokságokat nyertem az utánpótláskorú gyerekekkel, és sok gyereket adtam a magyar utánpótlás, illetve most már egy felnőtt válogatottam is van, illetve kettő, akik játszanak Szekszárdon, a Bálint Réka és a Studer Ági. Az országos évvállalkozója díj Tolna megyei jelöltje lett Fej József, Csillag Sándor, Túriné Szalai Mária, Túri Árpád és Beréti Zsolt. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért ugyancsak elismerést vehetett át Vízzel Lőci Gizella, az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület vezetőségi tagja, és Kocsmár István, az Aliszka Bau építőipari ZRT vezérigazgatója. A közönség díjat a Bonyhádi Kranclein Néptánc Egyesület nyerte el.